Rákosi Viktor A gyönki nemzetőrök A gyönki sváb nemzetőrök olyan sikeresen őrizték a nemzetet, hogy gyalog mentek el a háborúba, és lóháton tértek vissza. Pedig későn láttak hozzá. A délvidéki svábok már régen véres harcban álltak a rácokkal, mikor ők még nyugodtan mivelték a földjüket oda lent Tolna megyében, aradtak és takarítottak. S ha valaki azt mondta nekik, hogy a haza veszélyben van, a kelljenek talpra, azt felelték rá, majd eljön a haza értünk, hogyha olyan nagy szüksége van ránk. Csak akkor kezdték komolyan venni a dolgot, mikor a dráva melletti magyar táborból átlőtt karral hazajött Kovács Berci közhuszár, és jelentette, hogy egy pár nap múlva teméntele horvát had fog betörni az országba. lesz, és elpusztít mindent. Kovács Berci rémítő színekkel ecsetelte a granicsárokat és a szerezsádokat. Hogyan törtetnek előre, üvöltözve, hosszú vörös köpönyekben? Ha hát csak a kenyérszelőbicskájuk akkora, mint egy kard, a puskájuk pedig hosszú, és akkorát szól, mint egy ágyú. Élelmiszereket nem visznek magukkal, mert rablásból élnek. Aki valamit megtagad, azt lelövik. Na, és még örülhet, aki így jár, mert másokat viszont lassú tűzön pirítanak meg. Ha megpörzsölik, mint a disznót. Talán még szalonnává is földolgozzák. Képzelhető, hogy az elbeszélésnek a hátak tekintetében óriási hatása volt. Nem egy lábszár remegett a drágban, és nem egy embernek jutott eszébe, hogyan fog ő a papucsban szaladni tudni. – Mi itt a teendő? – az asszonyokat és gyerekeket az értékesebb holmival elrejtették a szőlőhegybe. – De mi legyen aztán? Jött a magyar kormány parancsa, hogy ételt, italt az ellenség elő el kell dugni, az utakat bevágni, a hidakat fölszedni, azon felül pedig minden fegyverfogható ember a legelső öldöklő ami a keze van, siessen pákozdra és ozorára. A ha haza értük jött, el kell menni háborúba. Ír így kedve Kovács Bercit, aki már megkapta a magáét. Ő rájuk ki tudja, mi vár. Talán meg pörzsölés. A jó svábok a nyakukat mélyen a válluk közt húzva járkáltak a faluba, s lesték, hogy mi lesz. Az öreg pacolai azonban kitűzte a házára a nemzeti zászlót, s a trombitás bandát egy párszor végigjáratta a falun. A muzikusok a rákóci indulót fújták, s a nagy tömeget, amely mögéjük gyülekezett, bevezették a pacolai udvarára. Barátaim, atyafiak! Így szólt Pacolai a tornácról. Egy óra alatt mindenki legyen készen. Egyenesítse ki a kaszáját, köszörülje meg a fejszéjét. No, tisztítsa meg a puskáját, ha van neki és legyen itt az udvaromon. Zúgást támadt a tömegekben. Mi, hol, mi, ahol, mi, itt hagyjuk a falut? Kiabálták. Minden falu külön nem védheti meg magát. Harsogott pacolai. No, de ha összeállunk, hát palacsintává vállapítjuk az ellenséget. Stózs Hannes, akit legokosabb embernek tartottak, mert az urakkal is szóba melt állni, megszólalt. Hát, ha még mi nem leszünk itthon, azt az ellenség idejön. – jön? Ész, mi vének itthon maradunk? Majd elintézzük velük okosan a dolgot. Rátok semmi szükségünk sincs. – Hát akkor kivezet minket? – Zúgtok. Erre előlépett Csapó Vilmos, Szedresi birtokos. – Hát én, fiaim! – Ne féljetek! Olyan szép, hát elvezetlek én benneteket, hogy a hajatok szála se meg. meg. – Jó van tekintetesül! – Szólt Grósz Csalabon, aki jeles, verekedő gyerek volt. Ja, – De én szeretném az ellenségnek egy pár hajszállát meggörbíteni. <laughs> – Ez a legény a talpán, e tő tanuljatok! Kiáltott pacolai. – Hírnév, dicsőség vár rátok. Megmentitek a hazát, oh, sőt a községet, ha hát csak nem kell félni. Ezzel levette a kalapját, amit látván a nép mind levette. Pacolai meghatottan folytatta. Ó, oh, pedig közülhetek valamelyik, elesik meghal. Arra dicsőség vár, mert a hazáért halt meg. Annak a gyerekei, de még az unokái is örökre büszkék lehetnek. A hazáért meghalni, ez a legnagyobb dicsőség a világon. A derék svábok zajos éjjelzés közt oszlottak szét, fölfegyverezni magukat. Egy óra múlva kétszáz gyönki férfi indult útnak Csapó Vilmos vezetése alatt Ozora felé. A banda a határig elkísérte őket. Na de onnan óvatosan visszaballagott. egy hét múlva az öreg pacolait délutáni álmából őrült kurjongatás veri föl. Személy a tornácra. Szát, uram, fia! Ló háton vágtad be az udvarra a gyönki nemzetőrség. Plegelő stóz, ha Hosszú, dragonyos kardal az oldalán. Óriási nemzeti színű pántlikával a kalapján. Hú, 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 a mi újság, gyerekek? Kiáltott pacolai. Ha, a vége a háborúnak, tekintetes úr, felelte Hades. Megvertük az ellenséget. No, hogy, hogy? aha valami tíz ezer horvát ozoránál letette a fegyvert. Hát azt a többi elfutott. Hogy, no, és ti is részt vettetek benne? Hát, mi? Kiáltott Hannes. Ha jobban, mint a többi. Száznyolc vallovat hoztunk haza. Hey, ha, no, gyere be, ha lesz egy pohár borra. Ti, többiek pedig, menjetek haza. A lovasok nagy kiabálással vágtattak ki az udvarból, Hanesz pedig leszállt, a tornác oszlopához kötötte a lovát, és bement pacolaihoz. No, hát, mi történt? Hogy történt? Ah, hol van először is csapó. Há, csapó úr beát homvédnek. Úgy volt az kérem, hogy. Amire? Az ajára értünk, a horvátok már megkezdték a fegyverlerakást. Aztán a homvédok ránk bízták, hogy. Őrizzük a Jézus Márja huszárok lovait. Mi aztán felültünk, és elhoztuk a lovakat haza. -hogy, hogy mi? Mi? mi a, a harcban nem is volt részetek? Hanes elkomolyodott. Hát de volt, tekintetes úr. – Egyé, tehát talán hallottak is, vannak? – Vannak, tekintetes úr. Négy emberünk elesett a hazáé. – Olyé, úgy a kék? – A Klein, a Simet, a Bauer és a Trama. Pacolai egy darabig hallgatott. Kobor csönd volt a szobában. Ajaj, valamennyi családapa. Csóhajt a búsan. No, aztán, hogy történt a dolog, Hannes? Az úgy történt, kérem, hogy visszafelé jövet a pogrányi csárdánál, megálltunk, hogy a lovakon osztozkodjunk. Hát az osztozkodás közben összevesztünk, az összeverekedtünk, azt a vége az lett, hogy négy ember meghalt. Az öreg ámulva hallgatta. Mi, 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 hogy? Igen. Akasztó fára való, takarodj, mert megbotozlak. Ingyen, no megállj, hónap itt lesz a bíró is, és akasztat. De Hanes ezt már nem hallotta. Kirohant, lóra pattant és elgyargalt. No, Azóta mondják, Tolnában, hogy gyönkön négyen estek el a hazáért, azokat is ők maguk verték agyon.